Havonta tartanak táncos estet a Remény nyugdíjas klub tagjai, azonban a február 11-jei különleges alkalom volt, amire még a szomszédos gödöllői, mogyoródi és erdőkertesi klubokból is hívtak meg vendégeket. Igazi farsangi jelmezes bál volt ez, fantasztikus hangulattal, otthonról hozott finom falatokkal. Ez a második, tehát tavaly februárban volt az első, mióta én vezető vagyok, a Remény klub vezetője. Első volt tavaly, ez pedig a második, és havonta szervezek bálokat minden hónapban, hó közepén. Mindenkit szeretettel várok. Amikor már tetőfokára hágott a hangulat, Erzsike hívó szavára elindult a jelmezes felvonulás. A zsűrinek nehéz dolga volt megítélni, ki érdemli meg leginkább az első helyezettnek járó csokoládétortát. Neked ki tetszett legjobban? Hát a kacsások nagyon tetszettek. Hát mindegyik olyan ötlet. Ja, és hát a cigány, két házas pár. A Molnár Erik, Hibó Irén, és akkor a Aranyosi Mikiék. Gondolom le is adták a zenét, hogy milyen nóta szóljon, amikor bevonulnak. Igen, leadták, elmondták. Na meg hát a Bözsenéne, hát nem is tudok, nem találok szavakat, hogy milyen jó műsort csinált. A tánc éjjel 11 óráig tartott, ha nem is tovább egy kicsivel, hiszen nehéz volt abba hagyni a pörgést-forgást, Kuruc Endre a legkedveltebb számokat játszotta szinte megállás nélkül. A Veresi Remény nyugdíjasok a jövő héten viszonozzák a gödöllőiek látogatását, és a szomszédos klubban folytatják a farsangolást.